Sziasztok, egy újabb falvágány bejáráson vagyunk, és itt vagyunk Rákoson, és ez a, ha jól nézem, ez az Erekónak az iparvágánya, amit még használnak a mai napig. Ez egy jóskavas telep, és látjátok, fényesek a sinek, és nem is olyan régen itt járt vonat. Egy MDA szerelvény húzta fel az üres vagonokat, aztán hozta le a teliket. Úgyhogy itt a végén van egy ócskavas telep, és ott még lakodnak. Ezek a vágányok oda vezetnek. Valamint kiágazik belőle itt egy másik, majd ezt is bejárom, majd ezzel fogom kezdeni, mert ez közelebb van. És ugye, ha lemegy a nap, akkor nem tudok végig menni, de hát valami eddig legalább elkezdem, aztán majd maximum másnap visszajövök és bepótolom, ami elmaradt. Hát igen, mondjuk itt átmenni se lesz egyszerű. De majd jelentkezek a túloldalról. Akkor megyünk, tehát ott látszik a kiágazás. Ott ugye van a váltó, az is látszik, egyenesben van, és akkor nézzük meg először ezt a vágányt, hogy ez hova vezet. Ez szemlátomást nincs használva. Legalábbis olyan gyakran nem használhatják, mint a másikat, mert látszik, hogy tisztalos a sín. A másik viszont fényes, tehát azt azért... De ott azon az óskavas telepen van rakodás, és azt használják. Van még egy iparvágány egyébként így Rákosból, ami kiágazik. Még a körvasút előtt, az az Aegis gyógyszergyárba megy, és azt is használják. Átlag hetente egy-két fúval szokott lenni. Hát, és akkor szerintem eddig lehet követni, eddig a kapuig. Itt pedig már vastagon benőtte a gaz. Azt pedig ugye megy tovább a Tárna utca fele, a másik vágány. Hát ameddig tudom, addig sötétedésig bejárom, van még vagy másfél óra. Sötétedésig szerintem az elég lesz. De ennek meg itt a vége. És itt van bent egy szétkapott vágány. Vágány, hülye vagyok, váltó. És egészen addig megvannak a sinek. Úgy ott kanyarodnak el. De ezt szemlátomást nem használják már semmire. Úgyhogy majd szépen visszamegyünk és megnézzük a másik vágányt, ami viszont aktív használatban van. És valamikor én azt besétáltam, már nem emlékszem pontosan mikor. De ugye 4-5 évvel ezelőtt kb. És akkor is azért az látszott, hogy használják. Szóval. Mondom, az látható, akkor is a sinek fényesek voltak. És innen az adás kereszt is. Viszont és voltak belőle kiágazó iparvágányok is. Hát azokkal nem tudom, hogy mi volt akkor. De... Tehát ez nem csak ezt a bizonyos vasgyárat szolgálta ki, azért valami téglagyár is volt errefele, úgy tudom. És oda is bevezetett. Csak már azt se használják. De majd mindjárt visszaérkezünk a vágányhoz, és akkor ott aztán a Tárna utca van ott arrafele. Azt nézzük majd meg. Itt egészen egy... Majdnem a Maglódi útig kivezet a vágány. Na, visszatértünk a vágányra. Na, csak akkor megmutassam, hogy honnan jött. És... Itt pedig megyünk a Tárna utca fele. És egyébként itt megy az út szélén a vágány. És szerintem egy ideig nyíl egyenesen, de lesznek majd benne leágazások, különböző iparvágányok, amik már ugye nem üzemelnek. Na, azt most ezt szépen megnézzük. Kőbányának a finoman fogalmazva nem túl elit környéke ez, de nem annyira veszélyes, mint a Hős utca, vagy a Diószegi, de azért jobb vigyázni. Úgyhogy lehet, hogy nem mindenhol fogok kamerázni. Majd csak így óvatosan. De egyébként, hogy a szokásos felépítmény az itt is megvan. 48-as sinek. Talfás pálya. Talfa szeget szintén nem látok. Itt van egy. Szerintem, hogy nem látom, hogy hanyas. Látszik rajta. De ez a vágány karban van tartva, mert ugye
ha nem is naponta, de használják. És mindjárt ott az ív után még megnézzük, hogy mi a helyzet. Valószínűleg vonattal itt sem fogunk találkozni. Általában ilyen iparvágány bejárásnál. Ugye, főleg, hogyha ritkán van kiszolgálás, akkor azért nagy mázni kell, hogy pont elkapjuk, de na, látjátok, hogy ott az egész sokáig. És ilyen nyílegyenesen megy az utca végéig. Úgyhogy itt vagyunk a Tárna utcánál. Itt azért vannak különböző üzemek meg cégek. Ezek meg valószínűleg szolgálati lakások voltak régen. Vagy még most is, akik működnek. Úgyhogy gyere, haladunk, majd jelentkezem ott a túloldalról. Ezt nézzétek. Azért itt szépen van egy emelkedő, ami feljött a vágány. És látszik, hogy ott van már a teteje az emelkedőnek, és nem, hogy ezen a vonalon idén már biztosan volt egy vonat, mondom az MD. Arról az indóházon voltak képek is. Hát ez nem annyira elhanyagolt vágány, de hát látszik is, hogy itt még fényesek a sinek. Ezért, hogyha havonta legalább egyszer elmegy egy vonat, úgy kb., akkor biztos, hogy nem lesz rozsdás a sín. Hogyha meg már elrozsdásodott és úgy megy rá egy vonat, akkor meg jó párnak el kell mennie, mire újra fényes lesz. Ugye lekoptatja annyira a sínnek a tetejét, hogy megint ugye az most a réteg lekopjon róla. Egyébként itt tartunk. Haladunk előre, és mindjárt nagyjából, ja igen, na, most csak visszanézek, hogy lássátok, hogy most értünk fel a domb tetejére. Hát, vagyis hát ez dombnak nevezni ezt a kis valamit, ez mondjuk azt, hogy emelkedő. És ugye már egyre kisebb záridővel tudok én is fotózni, vagy hát egyre hosszabbal kell, mert ahogy megy le a nap, meg ahogy sötétedik. De még csak 3:30 múlt, úgyhogy még legalább egy másfél óráig. Még szerintem fotózható idő lesz. Addig meg azért eljutok. Ha nem is a végéig, de nagyon sokáig. És ott viszont már van egy váltó ott előttünk. Tehát az első kiágazás megvan. Majd ott visszakapcsolom. Hát itt van a váltó, hát ez nem úgy néz ki, mint hogy használnak, ez már ki van belezve. Tehát valószínűleg az a fő irány az amelyik használatban van, és akkor itt ugye lekanyarodik. És hát nem, mert ezek még ugyanarra mennek. De itt lehet ez az óskavas telep, amit kiszolgálnak. Na és akkor most merre? Hát ez a fényesebb, úgyhogy ez van használatban. Hát a másik az, tudom, de legalább még egy irányba mennek. Úgyhogy menjünk mi is arra akkor. Hát itt van a Tárna utca vége. Hát ugye ott megy mellette a másik is, hát az nem tudom, hogy a szóval vezet. És itt van az Edeko, tehát ez lesz az a vágány, amit használnak. Igen. Az Edeko, meg is mutatjuk. Hulladék feldolgozunk, mint a videóz jelzét, tehát ilyen óskavasokat visznek innen az Edeko telepről. Hát, követjük, ameddig tudjuk. De eddig van használatban a vágány. Ez a vágány is érdekes, mert ez is régen az Edeko telepre mehetett be. Egyébként az Akna utcában vagyunk. És ugye itt ez átjön az aszfalton, és ott eltűnik a gazba, viszont itt van a másik, ami az Edeko telephelyre megy. És ez pedig ugye ez van használatban.
Hát ez látszik, itt fényesek a sínek, és ide megy be. Hát belesni most nem tudok. És egyébként itt van errefele egy... Hát ez egy úgy néz ki, mint egy ilyen kis mini rendező. Akár csak Mátyásföldön. És ez meg már a Gránátos utca. Hát ott pedig valami... Tudok már, ott meg ugye az meg már a 37-es vagy mondjuk a 28-as villamosnak a végállomása. És akkor itt van egy ilyen kis rendező, és innen ágazik. És az a másik vágány, amik itt jött mellette, ez is elágazik. Tehát ott jön be az egyik, ott a másik. Tehát ugye látszik ez a kettő. És ez itt ugyanide fut be. És itt van még egy váltó, itt kiágazik még egy. Ez itt. És itt átmegy az úton, és ott véget ér. Az ott nem folytatódik tovább az Akna utcán. Bár lehet, hogy régen folytatódott. De semmi nyoma nincsen tovább. Hát az ott már be is van ültetve. Ott ilyen bokrok vannak ültetve, még locsolóberendezés is van oda telepítve. Hát ott biztos, hogy nem járt vonat mostanában. De szerintem régen az a vágány az Akna utcán ment tovább, és nem tartom kizártnak egyébként, hogy a villamoshoz csatlakozott. Mert a 28-as villamosból is, ahogy ott ment ki a Maglódi úton, rengeteg vágány ágazott ki, csatlakozott. És itt van még egy. Tessék, látjátok? Itt van még egy vágány. Kiágazás. És itt már világító oszlopok is vannak. Hát itt valószínűleg van valami kidakás. Igen, és ez itt. Szintén egy iparvágány. Még a sínek is megvannak. És ez itt egy iparvágánynak a kapuja. Tessék. Tehát, nem tudom, hogy itt a telephelyen működik-e valami, vagy sem, de hogy vasúton ide nem szállítanak, az is biztos. És akkor most jövünk tovább. És itt látszik, hogy meddig fényes a sín, de valószínűleg csak az Erekóval van már ugye, a forgalom, meg kiszolgálás, de itt eddig a váltón túl is feljön, mert ugye itt ezt a váltót még állítgatják neki. És ugye eddig ugye feltol, vagy felhúz, de itt akár még a mozdonyos körül tud járni egy buszáj, de szerintem itt váltót állítanak, és aztán betolat a kiszolgáló menet. Legalábbis az úgy lenne logikus. De látszik, hogy ugye, csak nézzétek meg a többi sínt. Hogy ez fényes, a többi pedig fullosta. Na, ott megy egy repülő. Meg néhány talfa ide le is van baszalintva, tehát szerintem ezt a PFT még egy-két talfát ki is cserélhetett ezen a vágányon. Mert hát mondom, itt ez aktív, és itt van kiszolgálás. Idén is ment már egy vonat, biztos ment már az Erekó telepre. És itt van még egy váltó. És ugyanerre a telephelyre bevezet még egy sín. Ott van az iparvágány kapuja, tessék, nézzétek meg. De mivel ott is rápakoltak a sínekre is, tehát valószínűleg oda se szállítanak már semmit. És szerintem ez lesz itt a téglagyár. Hogyha még tovább megyünk. Hoppá, itt van a... És itt látszik, hogy még fényes a sín, tehát még lehet, hogy itt még tovább is mennek. Vagy hát nem tudom, hogy meddig húzva, lehet, hogy elég hosszú a szerelvény, akkor sokáig felhúz. Igen, mondjuk, hogy a sok kocsit visznek be, akkor egészen ugye sokáig fel kell húznia, hogy a váltón túlra kerüljön. Hát itt ezt el tudom képzelni, hogy itt még jött. És akkor banya. Ja, nem banya, bánya. Anyag lelakó. Hát nem tudom, akkor menjünk még egy picit. Nézzük meg, hogy erre mi van. Eddig még biztos, hogy feljött a vonat, és
Aha, csak ez itt meg már bánya viszem. Lépni, kiállat. Viszont ott van, hogy bánya terület, bánya üzem, idegeneknek belépni tilos, tehát szerintem nagyjából eddig a portáig tudok eljönni, és utána már nem. Bár itt nincs semmi, se kerítése, semmi, de lehet, hogy őrség megvan. Mindegy, jó, akkor itt gyere le. Na, mindjárt visszatérve csak csinálok egy pár fényképet. Mondom, nagyjából itt van a bánya terület határa. Tehát itt van valami portál, hogy beléphetőzé, de úgy látom, nincs itt senki. Viszont ez mégiscsak magánterület, tehát nem mennék nagyon beljebb. Mondom, de azt nézzétek, ott van még egy kiágazás, meg még egy. Meg ott jó hepekupás a sín is. Nem tudom, és talán el tudok így is zoomolni a végéig. Ott pedig már egy kerítés van. Hát itt meg már szépen néz ki ez a vágány is. Azt nézzétek. És ez a hullámvasút. Viszont fényes, tehát azt nézem, hogy fényes. Tehát lehet, hogy ezen még jár vonat. Hát még meglepődnék rajta. Már még eddig végül is be tud menni, viszont azon a pálya hibán ott. Hát azon nem tudom, hogy megy át egy mozdony. Nem tudom, jól lenni itt keresni valakit, és hát, hogyha megenged, hogy beljebb is menjek, de... De hát nem látok itt senkit. Még eddig még elmegyek, aztán hát ha. De nincs itt senki. Mindegy, hát akkor ennyi, szerintem elmegyek beljebb. Azért mégiscsak magánterület nem kéne. Meg nem lenne jó egy őrkutyával találkozni, úgyhogy szerintem megyek is. Úgyhogy hát akkor ez a videó az ennyi lett volna. Ahol jöttem, ott vissza is megyek, meg szerintem ott az Akna utcán még kimegyek. És akkor az 28-as villamos úgyis arra fele még az jó lesz. Aztán megnézem, hogy hátra mehetsz. Nekem az gyanús, hogy arra fele is ment egy vágány. És hátra találok valami nyomot, ami erre utal. Sziasztok! Hát, jól sejtettem, itt vagyok az Akna utcában, és látjátok, az ott két betonaj, és ezt figyeljétek, ez pedig ugye sír. Tehát valószínűleg tényleg volt ott egy iparvágó, amelyik úgy vett egy ívet, és így itt jöhetett valahol, mindjárt. És akkor ez valószínűleg megy még tovább, és látszik itt a közúton meg is maradt. Megnézzük itt erre. És látszik, hogy eddig viszont itt ugye úgymond parkosítottak, és akkor valószínűleg egyébként itt is megvan, csak eltemették. De szerintem itt még megvan. Csak most erre a gyepre nem megyek rá. Ja, egyébként ez itt az Erekói portelep, tehát tényleg, és akkor ott van, hogy vas és színes fém, tehát ilyen vas hulladékokat visznek ide tehervonattal. És látszik, és ezek ugye betonaljak, tehát rendes vasúti betonalj, úgyhogy olyati, tehát lehet, hogy mégiscsak felöztettek itt valamennyi vágányt, és ugye az aljakat szeregették ki, és azt dobálták ide. Hát ez mondjuk arra jó, hogy legalább nem parkolnak rá, mert nem mennek rá ugye kocsival. És egyébként igen, tehát itt lehetett az iparvágánynak a kapuja. Igen, tehát valószínűleg a sinek eddig mentek, és ugye itt valahol, és itt ment be ezen a kapun. De ez még mindig az Erekó telephelye, hogyha jól látom. De. Anyád. Mit csinálok egy pár képet. Mert szerintem ugye errefele is itt még mentek a sinek, de még azt is el tudom képzelni, hogy még tovább is, meg hogy a 28-as villamosból is volt meg. Nem csak a villamos, hanem volt ott Kőbánya felsőtől is van egy leágazás, ugye ott a sörgyári iparvágány, meg a Fefete repre is megy be, és nem csak a villamos sinek, hanem a nagyvasúttól is össze van kötve. Tehát itt azért rengeteg üzem volt, meg jár, aminek volt iparvágány kapcsolata, és itt, na, az pedig ott már a 38-as villamos, a 28-as villamos. Közben azért az, hogy egy-két autó azért jár erre, bár hogy a hatalmas egy forgalom nem kell számítani. Most rögtön kettő is, aztán majd megint semmi.
Hát így folytató, a tovább az utam. Itt azért rengeteg iparvág esetlakozás volt, csak elég sokat az elmúlt pár évben megszüntettek, meg itt épült egy busz folyosó, és akkor szintén egy a régi vágányok helyett, és akkor ilyen már több mint 10 éve nem használt, vagy akár 20 éve nem használt vágányokat, és akkor azt beáldoztak amiatt. De sokáig itt ment az iparvágány villamosinek mellett. De majd egy kicsit később visszanézek, hát ha találok még valamit. Ez már a Magnódi út, és látjuk, itt is van egy vágány, ami kiágazik a villamos terepből, bár szerintem ez nem iparvágány volt, vagy nem csak az, hanem itt a villamosnak volt egy ilyen kitérője, hogy itt tudtak állomásoztatni egy szerelvényt. Most azt tudom elképzelni, mert ez, bár ugye itt még megvolt a nagy vasúti kapcsolat, és ez a kis mellékvágány, ez be is van drótozva. Ezt nézem, és villamos. A villamosnak a felső vezetéke van fölötte. Hát itt látszik, hogy mind a három vágány fölött, ami itt van, van felső vezeték. Viszont itt is van egy kiágazás. De hát volt itt egy iparvágány, megint csak. Ezt látszik, hogy ezt már kibontották, és hát ki tudja, hogy ez hol vezetett. Ja, és egyébként valószínűleg egyébként téglagyár volt az, ahova végül nem mentem be, meg nem volt semmi, mert az volt az a terület neve és a téglagyár dűlő, ez van az utcatáblákra kiírva. Úgyhogy ezt nézzétek, itt is van egy vágány, de hát ez jöhetett így valahogy így, és akkor mehetett oda be. Csak hát valószínűleg beépült itt a terület, és ezt viszont felszedték, ez látszik, hogy ez szabályos bontás volt. Úgyhogy ezt csinálok valami képet, az érdemű meglegyen. De ezt a vágányt ezt felszedték, és ugye ott pedig már a megálló jön, majd a következő villamosra el is fogok menni. De lehet, hogy ez majd lesz egy külön videóm, ahol majd be fogom járni ezeket a... Itt a Maglódi úton végig, és akkor dokumentálva az összes iparvágányt. Remélhetőleg nem az oldam előtt fog elmenni a villamos, már megálló még messze van. De itt látjátok, hogy itt ugye az a kettő, ami ott hátrébb van, az a villamosnak, és akkor itt van egy, ami kiágazik, mint amit én. És ez még mindig az Elekó. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy az Elekónak ugye a villamossal is volt kapcsolata. Mert ne felejtsük el, a BKV vágány 1996 végéig körülbelül volt ehhez szállítás. Már még villamosokon nem volt jellemző, akkor se. Inkább hévonalakon. De használták ilyen szélre a vágányokat. Hát akkor szerintem ez most így ennyi lenne, akkor most így elköszönök, most már véglegesen. Úgyhogy sziasztok, és hát ugye, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek. Most már csak a villamos kéne elérjem. Meg ki tudja, mikor jön a következő, hogyha ezt lekésem. Én most egy kicsit belehúzok. Hogy biztosan ne. Én sem, úgyhogy na, jó, sziasztok, akkor ez a videó ennyi volt.